Még áprilisban mutattuk be kis Barbarát, azt a fiatal tolnai nőt, aki merrákkal küzd, és úgy döntött, segítséget kér az emberektől. Március elején a lány testvére indított egy adománygyűjtő oldalt, egy több millió forintos gyógyszer és az egyéb kezelésekhez szükséges pénz összeszedéséhez. A gyűjtés rendkívül eredményes volt. Sikeresen megműtöttek április végén, kimetszették a daganatot a mellből, és az összes jobboldali nyirokcsomót kiszedte sajnos, mert ilyenkor, mivel áttét volt, szerencsére csak háromba volt, tehát nem 13-at kiszedett, nem kellett volna annyit, de hát ugye ezt nem tudják előre, meg nem tudják megnézni, de abból csak három volt, hála Istennek, ami érintett, tehát ez egy jó hír végül is. És annyi volt a jó hír még, hogy tehát a daganat az nem zsugorodott, viszont a nyirokcsomó legnagyobb áttét az majdnem 3 centis volt, tehát 29 millis, és az lezsugorodott 21 millire, tehát úgy másfél hónap gyógyszer után. Tehát ez egy nagy változás, hiszen ez 30%-os ugye, zsugorodás. De hát ugye ezt ők nem nagyon, tehát ugye az orvosok nem nagyon vették úgy figyelembe, mert hiszen ők nem adtak nekem semmit, tehát ez nem volt egy fontos adat számukra, viszont számomra egy nagyon fontos adat volt. A szövettan alapján kiderült, hogy agresszívabb a daganat, mint amire számítottak, egy gyorsan osztódó típus, így a lánynak döntenie kellett, hogy kérje a kemoterápiát, ami fél évig tartana sugárterápiával együtt. Megkérdeztem a rövid távú hatásait, ugye hát a haj kihullik, az egy szinte mindegyik ilyen női daganatos kemónál ez előfordul, tehát az nem egy maradandó károsodás, viszont a csontvelőt károsítja, ami viszont rossz, mert ugye az immunrendszer is teljesen oda lesz. Aztán hosszú távon pedig szívkárosodást okozhat, mondta, hogy azt figyelni kell utána ugye a szívet, mert a szívsejtekre hat, főleg az az erősebb kemó, és másodlagosan okozhat leukémiát. Tehát ugye azt tudni kell, hogy ezek a fajta tehát kemoterápiás gyógyszerek, ezek úgynevezett karcinogének, ami azt jelenti, hogy okoznak másodlagos daganatokat. Lehet, hogy elmúlik a melldaganat, de később kap egy csontrákot, vagy egy agydaganatot. Tehát nagyon jó, nem minden esetben, de nagyon, nagyon sokszor, vagy többször elő tud fordulni sajnos, és ezzel is számolni kell, tehát ezzel a lehetőséggel. Ezt nagyon át kellett gondolnom, hogy ugye én hogy döntök. Mert ugye azt is ugye mondtam, hogy a petesejt, tehát a petefészket is tönkreteszi, tehát gyerekem utána annak az esélye, tehát nem, az nem lehet majd, hiszen nem fog visszajönni a periódus sem. Úgyhogy ezt így egy kicsit mérlegeltem magamban, hogy s mind, és az amerikai orvosokkal is konzultáltunk erről, hogy ők mit gondolnak. Az már tény és való volt a fejemben, hogy mivel a daganat agresszívebb volt, ezért kelleni fog a teljes 6 hónapi kúra a gyógyszerből. Tehát ha kemó, ha nem, az kelleni fog. Tehát mindenképpen. Viszont, hogy meg tudjuk-e oldani csak kemó nélkül, az volt a nagy kérdés. Az orvosokkal egyeztetve úgy döntött, hogy ad egy esélyt az immunrendszerének, és befejezi a plusz 3 hónapos gyógyszerkúrát. Most olyan diétát folytat, ami a daganatos betegeknek ajánlott, valamint különleges oxigénterápiára is jár, ahol egy kádfürdő során a bőrön keresztül juttatnak a nő szervezetébe oxigént, a daganat sejtek ugyanis utóbbira rendkívül érzékenyek. Teljes életmódot váltok még jobban, tehát ebbe beleértendő a diéta, a stresszkezelés, ugye a rák az egy összetett dolog, az nem egy fajta dologtól származik, és sportolok, tehát elkezdem megerősíteni a szervezetemet, tehát immunerősítésre kapcsolok rá igazából, mint immungyengítésre. És a következő 3 hónap vagy fél éves időszakban megpróbálok nem beteg lenni, ugye nem magamat arra emlékeztetni, hogy ez vagyok, hanem megpróbálok meggyógyulni, tehát így ezekkel. Be kellett raknom egyfajta rutint, és ez nem olyan egyszerű, mert ugye egy az, hogy nehezen alszom. Tehát most ez az időszakban mondjuk most meleg is van, de amúgy a kórház óta, tehát ugye mióta volt ez a műtét, ugye ezen az oldalon nehéz feküdni, még fáj a karom, etc. De most már azért jobb, de viszont ilyen darabokba alszok éjszakánként. Tehát ugye az sem könnyíti meg, hogy ne legyek fáradt, akkor reggel ugye felkelek. Akkor az első dolog az, hogy készítenem kell egy ilyen nagyon jó kis itókát, amit tele van mindenféle superfooddal, tehát van ilyen mindenféle porokat belerakok, spirulinától kezdve a buzafű, a mindenféle, és akkor ugye ezt megiszom. Akkor van egy ilyen nagyon szuper kis mini trambulinom,
amin elkezdek ugrálni, tehát egy ilyen, tudom én, 10 perc, 15 perc. Azon egyébként a napi 30 perc javasolt azoknak, akik daganatosok, mert iszonyatosan jó a nyirokkeringésnek, meg nagyon jó a fehérvérsejteknek a számát megnöveli. Tehát az immunrendszer cserkenti, nagyon érdekes módon a trambulin. És akkor ugye azt így elosztom napközben, tehát ugye reggeli előtt, és akkor ugye az egy kis sport már ugye az elején, akkor utána van a reggeli, ugye a zapkása, tehát az mindenféle gyümölccsel, és akkor utána elkezdem a juice-olást, tehát van egy specifikus receptem, amit minden nap le kell juice-olni, tehát az ilyen téklából, répából, zellárból, etc. Tehát abban napi 1 litert meg kell inni így időszakosan. És akkor van ugye délután smoothie, akkor vannak teák. A lánynak összesen tehát 6 havi gyógyszeradagra van szüksége, ebből már a 4. havi kezelésre is összegyűlt a pénz. Most gyűjtünk az 5. havi gyógyszerre, aminek kb. Hát még nincs meg a fele, de majdnem, tehát megközelíti a fele összeget. Tehát nem állunk olyan rosszul, de azért jobb lenne, hogyha gyorsabban menne, vagy hát, ja, tehát így. Mert nem sokára meg kell rendelni, tehát még 17 nap van, amíg tudom szedni. Március végén egy Pécs és Szekszárd közötti jótékonysági futást is szerveztek Kis Barbarának, ami nagyon sikeres volt, hiszen 900 000 forint gyűlt össze a lány gyógyszeres kezelésére. Most éppen folyamatban van a megbeszélése, de ő úgy gondolja, hogy július közepén csinálna nekem egy ilyen kisebb akciót megint. Mert azért a múltkor is szerintem nagyon jó volt, az jó, hogy ugye hírt adott róla a tévé is, meg az újság is, és ezáltal tényleg sok olyan ember adományozott, akinek így is ugye a tévén keresztül szeretném megköszönni, aki nem is tudom, hogy kicsoda. Néhányat próbáltam megtalálni Facebookon, vagy esetleg az ismerősömnek az ismerőse, vagy ráírni, hogy te adományoztál le nekem, és akkor mondta, hogy igen, és akkor mondom, köszönöm szépen. Még van egy pár, akit meg kell találnom, de ez nagyon érdekes, hogy tényleg van sok ember, aki nagyon szívesen ad ilyen célokra, és ez fantasztikus szerintem. Hát mondom, volt egy, aki ugye semmiből jött, így 1 000 000 forintot adott, és hát ez nem mindennapi.